Teherautók, kamionok, többek között ezeket a járműveket állították meg ellenőrzés céljából a sátora helyi rendőrkapitányság munkatársai egy összevont akció keretén belül. Az egész országra, így nem csak városunkra terjed ki az ellenőrzés, mondta Sáfrányos György, rendőr Alezredes, közlekedés-rendészeti osztályvezető. A rendőr Alezredes hozzátette még, hogy ezekben az akciókban az ittasság mellett a gépjármű papírjait is ellenőrzik. Országos szinten folyik ez az ellenőrzés, vagy ilyen és hasonló jellegű ellenőrzés. A rótpol akció keretén belül a tehergépkocsik és a buszok ellenőrzése folyik most. Ilyenkor ellenőrizzük a gépjárművezetők okmányait, illetve a járművek menet okmányait, illetve hát magát a gépjármű műszaki állapotát is. Tapasztalatunk az, hogy általában rendben vannak a gépjárművek. Egy-két irat azért mindig hiányos a gépjárművezetőknél. Nyilván ilyenkor ezeket jegyzőkönyvezzük, ezeket a hiányosságokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre azt látjuk, hogy nagyvonalúban minden. Rendben van. Sáfrányos György kiemelte még, hogy ezeknek is az ehhez hasonló ellenőrzéseknek több célja is oka is van. Elsősorban az ellenőrzések azért fontosak, hogy kiszűrjük azokat a gépjárművezetőket, akik valamilyen módon alkalmatlanak arra, hogy részt vegyenek a forgalomban. Ezen ellenőrzések során is az itasságot elsődlegesen ellenőrizzük, majd ezt követően kerül sor természetesen a gépjárművezetők okmányainak, illetve a gépjármű menetokmányainak ellenőrzésére. De fontosnak tartjuk azért is ezeket az ellenőrzéseket, hogy a műszaki állapotukat megnézzük a gépjárműveknek. Ugye most kifejezetten a tehergépkocsik és a buszok ellenőrzése történik. Ugye azért figyelemmel kell lenni, hogy itt a pihenőidőkre vezet és idő betartását a sofőrök megtartják-e. A sátorai új helyi rendőrkapitányság minden hónapban készít statisztikát az illetékességi területén történt balesetekről. Ezzel kapcsolatban a rendőr alezredes elmondta, hogy februárban már több anyagi kára járó baleset is volt. Azt kell mondjam a balesetekről, hogy anyagi káros baleseteink vannak jellemzően. Az elmúlt héten is három ilyen jellegű balesetünk történt. Az egyik balesetünk az sajnos az elsőbség megnemadása volt, tehát úgy gondolom az a gépjárművezető Elsődleges hibája, hogy ez bekövetkezik. A másik balesetünk az egy úthibás baleset volt, a harmadik anyagi káros balesetünk pedig a múlt héten az egy követési távolságben nem tartás volt, amit megint szintén a gépjárművezető hibája. Sáfrányos György hozzátette még, hogy a következő időszakokban is várhatóak ellenőrzések, így többek között sebességmérés, valamint az ittas és bódós sofőrök kiszűrése.